Az általános iskolában megtartott fórum elején a városrész új képviselője Levicki Cyril számolt be arról, hogy milyen beruházások lehetnek a következő 4-5 évben. Mint mondta, a Beretvás közfejlesztésével kapcsolatban már egyeztetett a városháza szakembereivel. Mivel az útszakasz nem szélesíthető ki eléggé, a legjobb megoldás annak egyirányosítása lehetne. Ebben az esetben kerékpárutat és járdát is lehetne odaépíteni. Mindenre azonban csak akkor kerül sor, ha befejeződik a Decathlon közelében épülő út építése, amely az ellenirányú forgalmat bonyolítaná le. A beruházás első két ütemének már jövőre el is kell készülnie, a befejező szakaszra további egy évet még biztosan várni kell. A képviselő beszámolt a régóta tervezett közösségi tér kialakításáról is, amely helyet adnak Kadafalva első köztéri játszóterének, de lenne benne fedett bográcsozó és futópálya is. A bekerített terület helye azonban vitákat váltott ki, kiderült ugyanis, hogy az a tervek szerint a Csalánosi erdő közepén épülne meg, mivel ott van egyedül erre alkalmas önkormányzati terület. A hozzászólások kapcsán viszont egyéb helyszínek is felmerültek, ezeket a lehetőségeket is megvizsgálja majd a városháza. Több hozzászóló is kifogásolta a túl nagyra nőtt iparterületet. Volt, aki kezdeményezte, hogy Kadafalvát a többi városrészhez hasonlóan nyilvánítsák kertvárosi övezetnek. Épüljön kerékpárút, korszerűsítsék a közvilágítást, legyenek modern buszvárok és gyomtalanítsák a közterületeket. A rendezvényen bemutatkozott a Kadafalváért Egyesület is, amely Levicki Cyril képviselővel együttműködve próbálja előmozdítani a városrész fejlesztését.